Köszöntöm 107 című rendőrségi magazinunk kedves nézőit. A következő percekben híreket hallhatnak a Tapolcai Rendőrkapitányság elmúlt hónapban történt fontosabb rendőri eseményeiről, beszámolunk a bűncselekmények elkövetőinek elfogásairól, lezárt nyomozásainkról, közlekedési balesetekről, valamint a bűn és baleset megelőzés terén tett intézkedéseinkről. A térfigyelő kamerarendszer felvételeinek segítségével sikerült beazonosítani azt a két kaposvári fiatalembert, akik egy tapolcai parkolóban egy nyitott tehergépkocsiból tulajdonítottak el közel 100 ezer forintot. Egy 36 éves győr is értettett feljelentést a tapolcai rendőrkapitányságon, hogy június 26-án 15 óra magasságában, amíg ő egyik ismerősével a gépkocsia mögött beszélgetett, ismeretlen tettes benyúlt a jármű kesztyűtartójába, és onnan körülbelül 100 ezer forintot vitt magával. A térfigyelő kamerarendszer képkockáinak elemzése során a nyomozók beazonosították a gyanúsítottak gépkocsiját, és a felkeresésükre indultak. H. András 28 éves kaposvári lakost otthonától nem messze kapták el a rendőrök, a 24 éves V. Tibor szintén kaposvári lakost pedig a szomszédház felső emeletén igazoltatták. Ezt követően előállították őket a tapolcai rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként történő kihallgatásuk alkalmával őszinte beismerő vallomást tettek. A két gyanúsított ellen lopás büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Súlyos testi sértés büntetének megalapozott gyanúja miatt kell felelnie annak a 36 éves sümegi férfinak, aki egy szóváltást követően többször úgy megütötte és megrúgta barátját, hogy kórházba kellett szállítani. A sümegi rendőrök augusztus 2-án nem sokkal éjfél előtt vonultak ki a város egyik utcájába, ugyanis nagy hangoskodásról és veszekedésről érkezett bejelentés a rendőrségre. Később kiderült, hogy V. Szabolcs sümegi lakos együtt italozott barátjával a pincéjükben, amikor szóváltásuk tetlegességig fajult, és a 36 éves férfit több alkalommal megütötte, valamint bokán rúgta. A sértettet súlyos sérülései miatt az Ajkai kórházba szállították. A gyanúsított ellen súlyos testi sértés büntetének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult. Egy 22 éves tapolcai fiatalember édesanyja értesítette a rendőrséget július 16-án, hogy a délutáni órákban fia olyan állapotban került haza, hogy azonnal mentőt kellett hozzá hívni. A tanúk meghallgatása után a 22 éves M. Martin tapolcai lakos került a rendőrség látókörébe. A férfinél házkutatást tartottak a rendőrök, melynek során körülbelül 25 g-nyi növényi származású biofüvet találtak. A gyanúsítottat előállították a tapolcai rendőrkapitányságra, kihallgatták, és ellene kábítószer birtoklásának vétsége miatt eljárás indult. Egy 66 éves nő értesítette a rendőrséget július 18-án 8 óra körül, hogy a bolt mellé letámasztott kerékpárját ismeretlen tettes magával vitte. Mindössze fél órát tartózkodott az üzletben, kifelé jövet pedig döbbenten tapasztalta, hogy két kerekűje eltűnt. A helyszínre érkező járőrök azonnal a kerékpár felkutatására indultak. Nem sokkal később a 71-es számú főútvonalon Révfülöp felől Badacsony irányába haladva lettek figyelmesek egy férfira, aki a keresett kerékpárhoz hasonló két kerekűt tolt. Igazoltatták a 41 éves káptalan tóti lakost, aki először azt állította, hogy a kerékpár az ő tulajdonát képezi, előállítását követően azonban őszinte beismerő vallomást tett. K. József ellen tulajdon elleni szabálysértés miatt indult eljárás. Ütött kopott piros színű kerékpárja buktatta le azt a 22 éves székesfehérvári férfit, aki az egyik tapolcai bevásárlóközpont parkolójában álló nyitott gépkocsiból tulajdonított el egy női táskát, de a rendőrök egy órán belül kézre kerítették. Az üzlet biztonsági őre értesítette a rendőrséget augusztus 8-án, nem sokkal 13 óra után, hogy egy gyanús személy piros színű kerékpárját tolva sétálgat a parkolóban és az autókat nézegeti. Ezzel egy időben egy német állampolgárságú nő személyesen tett feljelentést a tapolcai rendőrkapitányságon, hogy a parkolóban nyitva hagyott gépkocsijából ismeretlen tettes eltulajdonította a táskáját, melyben több mint 10 ezer forint készpénz, személyes okmányai, illetve mobiltelefonjai is benne voltak. A rendőrök az adatgyűjtést követően indultak is a gyanúsított felkutatására, majd nem sokkal később az egyik tapolcai családi ház udvarán a bejelentésben szereplő kerékpárhoz hasonló két kerekűre lettek figyelmesek. Az épületben igazoltatták a 22 éves K. Richard székesfehérvári lakost, majd a házkutatás során több bűncselekményből származó tárgyat találtak a nyomozók. A férfit előállították, majd beismerő vallomást tett, őrizetbe vették, és ellene lopás büntettének megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indult.
Egy 53 éves szlovák férfi életét mentette meg az éppen közlekedési ellenőrzést végrehajtó járőr és a vele közös szolgálatban lévő polgárőr Badacsonytól nem messze. Pintér György, rendőrfőtörzsőrmester július 23-án a délutáni órákban közös szolgálatot látott el a polgárőrséggel. A 71-es számú főúton igazoltatták a gépkocsi vezetőket, amikor a kora délutáni órákban egy 6 fős szlovák állampolgárságú kerékpáros társaság hajtott el előttük. A kerékpárosok elhaladása után egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy tőlük körülbelül 30 méterre az egyik középkorú férfi kerékpárjának első kereke kifordult, aki ennek következtében átesett a kerékpáron és arccal a földre zuhant. Ezt észlelve azonnal odafutottak segítséget nyújtani, a szlovák férfi azonban ekkor már elveszítette az eszméletét. Gyorsan a hátára fektették, lábait felemelték, aminek következtében magához tért. Felállt, majd pár lépés után ismét összeesett és fulladozni kezdett. Ezt követően Pintér György rendőr főtörzsőrmester megkezdte a férfi újraélesztését, akit végül mentőhelikopter szállított kórházba. Közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult eljárás az ellen az 57 éves cseh férfi ellen, aki még 2015 júniusában motorkerékpárjával okozott balesetet és utasát sérülései miatt azonnal kórházba kellett szállítani. Az ügyben folytatott nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya a napokban vádemelési javaslattal fejezte be. A szolgálatban lévő baleseti helyszín előtt június 10-én 10 óra körül riasztották a Pálkövén történt motorbalesethez. A helyszínelés során megállapítást nyert, hogy egy 57 éves cseh állampolgár a 71-es számú főútvonalon Pálköve belterületén közlekedett motorkerékpárjával. Haladása során azonban már későn észlelte, hogy az előtte szintén motorkerékpárral haladó ismerőse a jobboldali füves területre félreállt. A férfi ezt észlelve hirtelen fékezett, melynek következtében elesett motorjával, utasa pedig lerepült a járműről. A 41 éves nőt a mentők kórházba szállították. A cseh férfi ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt büntetőeljárás indult, mely a napokban zárult, és az ügyet a Tapolcai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya a Veszprémi járási ügyészségnek adta át. Szintén befejeződött a nyomozás annak a 34 éves tapolcai férfinak az ügyében, aki tavaly decemberben az egyik helyi élelmiszerüzlet előtt bántalmazott egy férfit, és elvette tőle a kis rádióját, valamint több ezer forintot. A járőrök 2014. december 3-án a délutáni órákban vonultak a tapolcai kórházhoz, ugyanis bejelentés érkezett onnan, hogy egy olyan személy sérüléseit látják el, akit korábban megvertek. A kórházban meghallgatták az 58 éves sértettet, aki elmondta, hogy az utcán egyszer csak oda ment hozzá H. Péter tapolcai lakos, és minden előzmény nélkül fellökte őt. Ennek következtében elesett, majd elvette a kis rádióját és a zsebében található készpénzt. A rendőrök ezt követően a gyanúsított felkutatására indultak, akit az élelmiszerüzlet mellett található vendéglátóegységben meg is találtak. A férfit igazoltatása után bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, ahol őszinte beismerő vallomást tett. A lakásban tartott házkutatás során pedig az eltulajdonított kis rádiót a rendőrök megtalálták. A 34 éves H. Péter tapolcai lakos ellen rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, melyet a Tapolcai Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya vádemelés kezdeményezésével fejezett be. A bíróság előtt kell felelnie annak az 53 éves amerikai férfinak is, aki 2014. júliusában egy közlekedési baleset részese volt, és a helyszínelés során kábítószert találtak nála. Az Alahalában történt közlekedési balesetről 2014. július 19-én 19 óra körül értesítették a rendőrséget. Egy 47 éves gyömörei férfi haladása során személygépkocsijával letért az útpatkára, majd átsodródott a másik forgalmi sávba, és összeütközött a szemből érkező amerikai állampolgár által vezetett gépkocsival. A helyszínelés során a külföldi férfi autójából egy hátizsák került elő, melyben 3 darab műanyagtasaknyi kábítószergyanús növényi anyagmaradványt találtak a rendőrök. Ezt követően Ábrahámhegyi ingatlanjában házkutatást tartottak, ahol további kábítószergyanús anyagok voltak elrejtve. A lefoglalt anyagok szakértői vizsgálata kimutatta, hogy a Kaliforniából érkező férfi hátizsákjában és tartózkodási helyén kábítószernek minőségű anyagokat találtak.
A gyanúsított ellen kábítószer birtoklásának büntette miatt indult eljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya a napokban vádemelési javaslattal zárta le, és az ügyet a Tapolcai Járási Ügyészségnek adta át. A Tapolcai Rendőrkapitányság saját kezdeményezésű, együtt érted elnevezésű bűn- és balesetmegelőzési rendezvénysorozatát július közepén indította útjára a Réfülöpi kempingben, melyen a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkatársai is aktívan közreműködnek. A rendezvény célja, hogy a rendőrség a társhatóságokkal együtt felkeresse az illetékességi területen működő kempingeket, hogy a turisták figyelmét felhívják a nyáron rájuk leselkedő veszélyekre. A nyaralók ezen kívül közlekedésbiztonsági programokon vehetnek részt, felfrissíthetik resztudásokat, és különböző nehézségi, ügyességi pályán kerékpározhatnak, illetve gokartozhatnak. Megtekinthetik testközelből a rendőrautókat és a rendőrmotorokat, miközben a diákjárőrök és a diáktolmácsok a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársaival magyar, valamint idegen nyelvű prevenciós kiadványokkal járják a kemping területét. Parti őrség elnevezéssel bűnmegelőzési járőrszolgálatot indított a Tapolcai Rendőrkapitányság önkéntes gimnazista diákok közreműködésével, akik a balatonparti településeket járják és tájékoztatják a turistákat, a pihenni vágyókat és nem utolsó sorban az idős, egyedül élő személyeket áldozattá válásuk elkerülése érdekében. Első ízben július 14-én Ábrahámhegy településre látogattak el a diákjárőrök Molnár András rendőrőr nagy vezetésével, ahol megállították a nyaralókat, akikkel a közbiztonságról, a biztonságos közlekedésről beszélgettek. Prevenciós kiadványokat is adtak számukra, melyeket olvasgatva hasznos ismereteket szerezhetnek az áldozattá válás elkerülésének módjairól, és a nyári közlekedés veszélyeire is felhívják a figyelmet. A diákjárőröket diáktolmácsok is kísérik, ők a külföldi turistáknak adnak tájékoztatást. Ezen kívül végigjárják a parkolókat, a strandokat, és bűnmegelőzési szórólapokat osztogatnak, és helyeznek el a gépkocsik szélvédője mögé. Az egyedül élő, idős személyekhez is bekopognak, akiknek figyelmét a trükkös, illetve besurranó tolvajok módszereire hívják fel. A program az egész idegenforgalmi szezonban zajlik, a következő állomás Réfülöp település lesz. A Tapolcai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya segítségnyújtás elmulasztásának megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján június 19-én 12 óra 30 perc körül egy 64 éves badacsonytomai nő a 71-es számú főútvonalon Badacsonyörs belterületén közlekedett, amikor a Füredi utca kereszteződésénél észlelte, hogy egy ismeretlen személy nagyméretű személygépkocsijával a közúti jelzőtábla utasítása ellenére nem adott elsőbséget és balra kanyarodott. A sértett azonnal elrántotta a kormányt, azonban neki ütközött egy közúti jelzőtáblának. A Tapolcai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a balesettel kapcsolatban bármiféle információval rendelkezik, hívja a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját a 88-as körzetszámú 428-022-es, vagy a Tapolcai Rendőrkapitányságot a 87-es 412-322-es telefonszámon. A nagy sikerre való tekintettel a Tapolcai Rendőrkapitányság a déli város részben tart fogadóórát 2015. augusztus 25-én 16 órai kezdettel, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk, feltehetik kérdéseiket a közrenddel, illetve a közlekedés biztonsággal kapcsolatosan. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, két hét múlva ismét beszámolunk a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén történt fontosabb rendőri eseményekről.